Megújult terekben újra rendezve nyílt meg a Szépművészeti Múzeum régi képtárának új állandó kiállítása. Az európai művészetet 1600 és 1700 között bemutató tárlat teremsorait felújították, számos alkotást restauráltak, új szerzemények és eddig raktárban tárolt műremekek várják a látogatókat. A barokk irányzatait itáliai, francia, spanyol, németalföldi és brit szekciókban mutatja be, a koncepciójában is megújult állandó kiállítás. A 11 teremben és 16 kabinetben látható, több mint 300 festményből álló válogatásban a 17. század szinte minden műfaja és stílus irányzata képviselteti magát. A flamand festészet aranykorát Rubens, Van Dyck, Jordaens, Rembrandt és tanítványai tették világhírűvé. Az ő műveiket is láthatjuk a Szépművészeti Múzeum újra nyitott terem soraiban.